Vadászkürtök hangja és Hubertus ökumenikus istentisztelet nyitotta meg a programokat a Kossuth kertben. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei vadásznap azt a célt volt hivatott szolgálni, hogy bemutassa, a vadászat nem csak a vadak kilövésére terjed ki, hanem a vadállomány gondozására is. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a vadászat a vad lelövésével kezdődik és fejeződik be, holott szó nincs erről. A vadászat szerintem, vagy a véleményem szerint az út addig, hogy meglőjünk egy vadat. Na most ez egy tényleg egy hosszú folyamat. Elsősorban tudni kell, hogy a vadállomány mostoha körülmények között él, kint él télen, nyáron, erdőn, mezőn, és hát segíteni kell nekünk, hogy az élőhelyeiket egyrészt megtartsuk, másrészt, hogyha élelem szűke van, akkor tápláljátassuk őket. 2017 első fele a vadászterületek újraosztásának ideje volt. A folyamat megyénkben a végéhez közeledik. A vadásztársaságok 20 éves időtartamban folytathatnak vadgazdálkodást a megkapott területeken. A földtulajdonosok kialakították a földtulajdonosi közösségeket azokon a vadászterületeken, amit a vadászati hatóság kiajánlott számukra. Természetesen némi módosításokkal valósult ez meg. Mondhatni azt, hogy 99%-ban ez már a megyében lezajlott, egy-két terület kivételével, ahol van még sajnos mindig vita és probléma. A földtulajdonosok ezt követően saját jogon már nem gyakorolhatják a vadászati jogot, tehát valamilyen egyesületet kellett alapítaniuk. Így jellemzően vadásztársaságok működnek, és néhány gazdasági társaság, mint ahogy korábban említettem, az Észak-Erdő ZRT-t például. Az eseményre a megye minden területéről és határon túlról érkeztek vadásztársaságok, hogy bemutassák tevékenységüket a civil társadalom részére, de jelen voltak a megye hölgyvadászai is. Az elsődleges feladatunk a vadászati hagyományok ápolása, a gyermekek nevelése, a természet szeretetre való nevelés, illetve egyértelműen az a természet és a vadászat összekapcsolása, a laikusok való kapcsolódás, tehát mindenféleképpen az, hogy megismerjenek minket, és a vadászatot ne úgy lássák, mint az öldöklést, a gyilkolást, hanem hogy ebben sokkal több van. A megyei vadásznap keretében 15 új vadászt avattak fel, és kitüntetéseket adtak át a szakma azon személyeinek, kik kiemelkedő tevékenységet folytattak a vadgazdálkodásban. Vad és halételek, valamint pörkölt kategóriában nevezhettek idén a csapatok a térség legnagyobb gasztronómiai eseményén. A zsűri elé összesen 80 társaság étele került. Cégek, intézmények, baráti és vadásztársaságok készítették ételeiket. Úgy éreztük, hogy olyan jó közösségünk van, hogy egy jó étellel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egy kicsit a céget is reklámozzuk. És úgy gondoltuk, hogy a csapatépítés az nagyon fontos a húsáruhás számára. A főzőversenyen ezúttal is részt vettek Sátoraljaújhely testvér települései. Az óbecseiek ebben az esztendőben egy frissen végzett szakácsra bízták az étel elkészítését. Ez inkább olyan hagyományos, hogy a mi ételünk ilyen marhapököt, tehát főzünk a házi tésztával és káposztasalátával készítjük ilyen hagyományos, mi módunk szerint, olyan bánát ilyen. Abaúj Zemplén országgyűlési képviselője az esemény kapcsán arról beszélt, hogy a térség idegenforgalmán sokat lendített az immár 15 éves vad és halétel főző verseny. Jó híre van a zempléni vadászoknak, és jó híre van természetesen a Zemplénben élő, azon vadétel főző férfiaknak és nőknek, akik naponta megőrnevendeztetnek bennünket jó finom ételekkel, és talán ebből a szempontból fontos az, hogy egyre több olyan zempléni étteremben látni vadat és halat, amit itt fogtak és itt lőttek, és itt kerül felszolgálásra. Ez a nap többről szól, mint a főzőverseny, fogalmazott a város polgármestere, hiszen az emberek együtt töltenek egy olyan napot, amikor kiszakadnak a hétköznapok rohanásából, megpihennek, beszélgetnek, szórakoznak. Azt mondtam a köszöntőmben, hogy ez a nap szóljon arról, hogy van egy pihenünk, van egy 14-16 óránk, amikor nem foglalkozunk a munkánkkal, nem foglalkozunk a problémákkal, hanem jól érezzük magunkat. Kapunk hozzá gyönyörű helyet, kapunk hozzá programokat,
és együtt főzhetünk, és szerintem ettől nincsen szebb. A szórakoztatásról pedig a Kossuth Lajos Művelődési Központ gondoskodott. Minden korosztály számára kínáltak programokat. A nap sztár fellépője pedig Zoltán Erika volt, aki sokakat vonzott a színpad elé.